Az 56-osok terén kezdődött a megemlékezések sora délelőtt 9 órakor. A közelgő nemzeti ünnep alkalmából az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve koszorút helyezett el Molnár Tamás önkormányzati képviselő és Páfi Károly a Fejér vármegyei közgyűlés alelnöke. Később Deák Lajosné önkormányzati képviselő és Párfi Károly a vármegyei közgyűlés alelnöke, valamint a Széchenyi István műszaki technikum képviselői helyezték el az emlékezés virágait az iskola udvarán. Kesze István emléktáblájánál Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő és Párfi Károly alelnök emlékezett meg az 56-os hősökről, míg a Magyar Király Hotel melletti 56-os emléktáblánál Róth Péter alpolgármester és Párfi Károly alelnök, valamint a Ciszterci Szent István gimnázium képviselői rótták le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A városi megemlékezések október 23-án folytatódnak majd Fehérváron. Hétfőn 9:30-kor néma koszorú elhelyezésre kerül sor a Szent István Bazilika 56-os emlékkereszténél, majd délelőtt 10 órától a Mi Józsefesek című darab az 1956-os fehérvári és országos eseményeket eleveníti fel sajátságos, lokálpatrióta nézőpontból a Városháztéren. A nemzeti ünnep utóestéjén, október 24-én este 7 órától az Alba Régia Szimfonikus Zenekar nagy zenekari hangversenyére kerül majd sor.